Egy igazi különlegességet találtam. A Balkánon vagyunk, és ez egy ilyen közepes városnak egy sugárútja. És hát először nem akartam hinni a szememnek, hogy mit látok. Most június eleje van, úgyhogy sajnos nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, nem tudom virágzásban megnézni őket, de kérem szépen, az időjárás az nagyon hasonlít a magyarra, és azt gondolom, hogyha itt működik, akkor egyébként körbenézünk, akkor ugye tíliákat látunk, meg van kverkusz, itt is tenyészik az ailantus sajnos, a kamacipáriszok egész jó állapotban vannak, ott latánokat látunk, fűzfákat látunk, ilyesmiket. Gyakorlatilag nagyon a növényállomány nagyon-nagyon megegyezik így a hazaival. Ám de itt középen a sugárút elválasztó sávjában lagersztrömiák vannak, sejemvirtusok vannak, mégpedig úgy, hogy egy ilyen világ legegyszerűbb büdöske sora tekereg közöttük, és hát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy egy ilyen karó van mellettük, vagy egy ilyen támrendszer van mellettük, ott van a csepetrendszer. Hát ezek szerint akkor itt átelelnek, és ha itt átelelnek, akkor szerintem Magyarországon is átelelnek, mert tényleg átelelnek nagyon-nagyon sok helyen. Azt mondta róla tanítani, hogy főleg az ilyen védett helyeken telelnek el, de én azért igazából Magyarországon, hogyha lenne valami új útépítés, vagy valahol, vagy ki lehet tenni köszönetre, biztos, hogy megpróbálkoznék vele, és hát lehet látni, hogy milyen szépen törzset tudtak neki nevelni. Először nem akartam megint, aztán közelebb mentem a leveléhez, megnéztem a termése, a héja, tehát biztos, hogy lagersztrömiak, kérem szépen, és hát, hogyha ide kicsit így innen így belenéznek, akkor itt azt lehet látni, hogy egy mennyire nagyon szépen követi az útnak így a nyomvonalát, és hát ez egészen biztos, hogy lélegzetelállató látvány lehet akkor, amikor ez itt virágzik középen, tehát ez biztos, hogy ennek a díszítő értéke az egészen fantasztikus. Nagyon jó karbantartható, mert nyilván ugye azért ezek jó nagyra meg tudnak nőni, hogy fölfelé ugye van hely, amikor pedig esetleg oldalra kilógnak ágak, azokat bőven-bőven le lehet vágni, és hát miről beszélünk? Beszélünk itt egy aszfaltcsíktól aszfaltcsíkig terjedő maximum 3 méteres sávról, de egyébként maga, ami az intenzív zöld felett, az talán mondjuk 2,5 méter, és hát kérem szépen egy ilyen okos, tudatos döntéssel milyen fantasztikus megoldásokat lehet szolgáltatni, ugye erre az útra más helyekről, irodaházakból is rá lehet látni, és hát egészen fantasztikus lehet, úgyhogy mondom, a szívem szakad meg, hogy nem láttam ezt a lagersztrömiasort virágozva, de ez biztos, hogy így is nagyon-nagyon kiemelkedő kertészeti teljesítményt vélek felfedezni mögött, ez valakinek itt eszébe jutott, és itt ezt alkalmazta, hogy izgalmas lenne ezt mondjuk Magyarországon is szerintem, ahol csak lehet megpróbálni.